üdvözlöm. Mi az Opera projektnek a célja? Jó napot kívánok! Hát Magyarországon a szív- és érrendszeri megbetegedések vezetik a halálozási statisztikákat. Sajnos országunkban több mint háromszoros a szívinfarktus gyakorisága, mint az európai átlag, tehát mindenképpen javítani kell a prevenciót, és ezt célozza meg az Opera program, ami az országos plakregisztert és adatbázist akarja igazából. Ez egy olyan egyedülálló kezdeményezés, ahol az ország összes vezető szívcentruma összefogott, ez összesen 11 központ, és egy közösen kialakított platform segítségével egy olyan kockázatbecslő rendszert szeretnénk kialakítani, amely kombinálja a szív-CT-vel nyerhető adatokat a hagyományos rizikófaktorokkal és laborértékekkel. Tehát olyan képeket fogunk nyerni, amelynek segítségével pontosítani tudjuk ezt a szív- és érrendszeri kockázatot, megbetegedésekre vonatkozó kockázatot, tehát kombináljuk a képeket a rizikófaktorokkal, és így praktikusan egy személyre szabott rizikóbecslést szeretnénk kialakítani. A mostani rizikóbecslő rendszerekkel az a gond, hogy körülbelül a betegek egyharmadát nem képesek megfelelő rizikócsoportba besorolni. Ugye ezek nagy statisztikákon alapulnak, és nagyon gyakran nem képesek azonosítani a nagyon nagy kockázatú betegeket, tehát akiknek sürgősen terápiára lenne szükség, vagy a kis kockázatú betegeket, akiknek viszont nem kéne terápia, de a mostani kockázatbecslő rendszerek alapján kapják például a koleszterin csökkentő gyógyszert. Tehát egy olyan rendszert szeretnénk, amely személyre szabott, a képi információk kombinálásával egy pontos rizikót képes megalkotni, és ezért hoztuk létre ezt az Opera platformot. Ez egyedülállóan magyar kezdeményezés, vagy Európában, vagy világszerte van már hasonló program? Az Opera kezdeményezés az világviszonylatban is egyedülálló, hiszen itt egy egész ország fog össze, ez egy egész ország vezető szív-CT centrumai, és ezt eddig sehol nem sikerült létrehozni. Ennek a kulcsa végül is az, hogy a Városmajori Klinikán a Lendület kutatócsoporttal együttműködve sikerült egy olyan leletező platformot létrehoznunk, amelynek segítségével össze tudjuk kapcsolni ezeket a központokat. Tehát ha valahol elkészül egy lelet, a leletből a fontos információk, amelyek majd a kutatás segítik, azok bekerülnek egy adatbázisba, és ebből az adatbázisból tudunk majd információt nyerni és kutatást végezni. Ezeket a betegeket, ez körülbelül különben évente 5-6 ezer beteg, akiknek az adata ide majd tárolásra kerülnek. Követni fogjuk, felhívjuk őket telefonon, hogy érzik magukat, és rögzítjük, hogyha esetleg volt valami szívinfarktus, vagy kórházba kellett menni mellkasi panaszok miatt, és utána visszanézzük, hogy ezeknek a betegeknek, akikkel bármi történt, hogy néztek ki a felvételei, a szív-CT képei, és milyen más rizikóik voltak.